Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Május 27-én pénteken Önök a Városi Televízió Pécs Ma című műsorát látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány hír és esemény városunk életéből, híradónk ma esti témáiból. Ismét tüntettek a pedagógusok. Felmentették hivatalából a megyei önkormányzat jegyzőjét. Új parti galéria nyílt Pécsett. Híradónk élén kérem hallgassák meg a Helyi Televíziók Egyesületének nyilatkozatát. A Helyi Televíziók Országos Egyesülete mélységes aggodalommal és növekvő türelmetlenséggel tájékoztatja a helyi televíziózás sorsát figyelemmel kísérőket arról, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület teljes mértékben elhanyagolja a helyi műsorszolgáltatási szerződések megkötésével kapcsolatos törvényes kötelezettségét. 1997. január 1-e óta a helyi televíziók és rádiók jogszerűtlenül működnek, mert velük az ORTT műsorszolgáltatási szerződést nem kötött, stúdióengedélyüket nem alakította át. Nem kezdődött meg a szabad műsoridők és frekvenciák pályáztatása sem. Nem teljesíti az ideiglenes engedélyek iránti kérelmeket vagy műsoridő átrendezési igényeket sem a testület, indoklás nélkül. Az elektronikus médiapiac szereplői közül az ORTT eddig még csak a helyiek ellen lépett fel, s alkalmazott különböző látványos szankciókat arrogáns és lekezelő stílusban. A Helyi Televíziók Egyesülete felhívja az ORTT elnökség elnökének és tagjainak a figyelmét, hogy a gazdasági, jogi, szakmai sérelmek és hátrányok miatt kénytelen jogi eszközöket keresni és minden lehetséges fórumhoz fordulni. Felkérjük az országgyűlési képviselőket, hassanak oda, hogy az ORTT végre fordítsa figyelmét a helyi műsorszolgáltatási szerződésekre, különben immár egy éves mulasztásaik miatt elsorvadnak a helyi rádiózás és televíziózás műhelyei. Nem hisszük, hogy a médiatörvény megalkotói 1995. decemberének a törvény megszavazásakor ezt akarták volna. Kérjük a tévénézőket, rádióhallgatókat, keressék meg országgyűlési képviselőiket, hogy közösen késztessük végre az Országos Rádió és Televízió Testületet törvényben meghatározott feladatai végrehajtására. A jelen nyilatkozatot a Helyi Televíziók Országos Egyesülete 1997. június 20-ai közgyűlésének döntése alapján az Egyesület tagjai ismertetik a helyi televíziókban. Budapest 1997. június 20-a Helyi Televíziók Országos Egyesülete. És most következzenek a városi hírek. A pedagógusok demokratikus szakszervezete már korábban bejelentette, hogy amennyiben nem születik meg a döntés a közoktatási intézmények átszervezésének kérdésében, este 4:30-ig a tegnapi városi közgyűlésen demonstrálni fognak. Tegnap 4:30-kor kivonultak a közgyűlésről a pedagógusok és gyülekeztek a 48-as téren. A demonstráció elindult. A pedagógusok a 48-as térről vonultak a Széchenyi térre. Nem sokkal fél hét előtt megszületett a döntés, bár az ellenzék kivonulásával hitelesítette nem szavazatát. A teremben maradt 29 képviselő változtatások nélkül elfogadta az átszervezésről szóló előterjesztést. Egész nap abban bízunk, hogy a képviselőtestület ezt az indítványt nem fogja elfogadni, de ahogy útközben tudomásunkra jutott, sajnos elfogadták. Eddig a városban már nagyon sok iskola bezárás, összevonás, pedagógus elbocsátás megtörtént. Ez a mostani igazából nincs megalapozva. Milyen értelemben? Hát olyan értelemben sem, hogy nem történtek rendes hatásvizsgálatok egyrészt, másrészt pedig az érdekelt felek nem voltak igazán jól megkérdezve, tehát nem volt elég információ szerintünk ahhoz, hogy ezt megtegyék. A több mint 8 órán át tárgyalt közoktatás átszervezéséről szóló napirendi pont után este 10:30-ig ülésezett a város közgyűlése, és további 20 előterjesztés tárgyában hozott döntést. 6 pécsi terület részletes rendezési tervéről hozott döntést, az iskolaügy hosszúra nyúlt vitájában meglehetősen elfáradt, de már sokkal nyugodtabb testület. Ezek között egy tervprogram is szerepel a búzatér alsó részének rendezésére, ahol majdan megépül a keleti összekötő út is.
A keleti városkapu funkcióját betöltő területre parkolókat, zöld területet javasolt a bizottság, s befektetők benzinkút építésére tettek ajánlatot. A közgyűlés döntésének értelmében július 1-től átlagosan 5,6%-kal emelkednek a távfűtés díjai, és átlagosan 9,6%-kal többet kell fizetnünk a helyi autóbusz közlekedés igénybevételéért. Például a menetjegy elővételben 60 forintba, az összvonalas havi bérlet 1650 forintba, a tanuló nyugdíjas havi bérlet 535 forintba kerül majd pár nap múlva. Mindkét díjemelés indoka a szolgáltató vállalatok veszteségének csökkentése. Határoztak arról, hogy pályázatot nyújtanak be a központi környezetvédelmi alaphoz, a kőkényi hulladéklerakó második ütemének megépítéséhez. Ezzel közel 500 millió forintos beruházás valósulhat meg. Megtárgyalták az állatkert környezetvédelmi működési problémáit is, mely elsősorban a szűk területből, zsúfoltságból és a szennyvízhálózat hiányából adódik. Az évtizedeken át húzódó probléma megoldását a testület abban látja, hogy egy megépítendő szafari parkba költöztetnék ki az állatkertet. Erre tegnap elvi kötelezettséget vállalt a testület. A megvalósításhoz azonban sok-sok év és sok-sok pénz szükséges. A közgyűlésen rögzített felvételt teljes egészében holnap reggel 9 órától délután 4 óráig ismételjük, a második részt vasárnap láthatják. Felmentették hivatalából a Baranya megyei önkormányzat főjegyzőjét dr. Győr Pál Elemért. Tegnap a megyei közgyűlésből alakult fegyelmi tanács tárgyalta az illetékügyet, melyben a közgyűlés elnöke, jegyzője és aljegyzője volt az érintett. Mint ismeretes, ez év februárjában a Baranya megyei önkormányzat elnöke, jegyzője és aljegyzője olyan illetékjutalékot vett fel, melyre nem volt jogosult. A pénzfelvételről a közgyűlésnek nem volt tudomása. Az ügyben megindult a vizsgálat, és a tegnapi közgyűlés éjszakában nyúló zárt ülésén megszületett a döntés is. Korábban a komolyabb törvénysértést a fegyelmi bizottság a jegyző dr. Győr Pál Elemér esetében állapította meg, de elmarasztalásra javasolták a közgyűlés elnökét, dr. Tóth Sándort és aljegyzőjét, Pelzse Györgynét is. Az elnök kapcsán azt a döntést hozta a fegyelmi bizottság, hogy egy éven keresztül elvonja illetményének 20%-át. Az aljegyzőtől 13. havi jutalmát vonták meg. A főjegyzőt, akinek feladata a törvényesség betartatása a közgyűlésen, súlyos törvénysértésre hivatkozva felmentették hivatalából. Több mint egy év telt el azóta, hogy egy ötletből már a valóság lett. Ma délelőtt ünnepélyesen átadták a Pécsi Egyetemi Klubot. Az Egyetemi Klub a Janus Pannonius Tudományegyetem Szántó Kovács János utcai épületkomplexumának részeként készült el Weiler Árpád tervei alapján közel 34 millió forintos költséggel. Az alagsorban irodák, színházterem kap majd helyet, a földszinten koncertterem, az emeleten pedig klubhelyiségek várják majd a vendégeket. Ez egy műszaki átadás, egy ünnepélyes műszaki átadás. A valós átadás, tehát az egyetemisták felé, amikor megnyitjuk, ez szeptemberben lesz, és ekkor lesz egy ünnepi megnyitó, amihez program is fog tartozni, és akkor megtesszük még egyszer ezt a megnyitást. Nem csak belső körnek, hanem az egyetemisták számára és a nagy közönség számára is. Néhány szót a programokról, akár a megnyitóval kapcsolatosan, vagy a további tervekkel. A megnyitóval kapcsolatosan még nem is tudok semmit sem mondani, de ha tudnék, sem valószínű, hogy mondanék, mert valószínű meglepetés lesz. Az utána való programokkal kapcsolatosan meg szeretnénk minél szélesebb skálán mozogni. Olyan dologra gondoltunk, ami az egyetemisták, illetve Pécs város fiatalságának is kedvező, illetve fogyasztható. Június 27-e a határőrnap. Ma 11 órakor a Pécsi Határőrigazgatóság laktanyájában Lovász József dandártábornok hivatalosan is megnyitotta az ünnepséget. Az események már jóval 11 óra előtt elkezdődtek a határőr laktanyában, nyugdíjas találkozóval és egy tájékoztatóval az igazgatóság munkájáról. A hivatalos megnyitón a határőrség igazgatója, Lovász József dandártábornok kitüntetéseket, elismeréseket és előléptetéseket nyújtott át. A határőrséget érintő komoly átalakulások előtt ez volt az utolsó határőrnap. Változások előtt valóban ez volt, mert minden terv az, hogy a jövő évtől kezdődően már csak hivatásosak fognak szolgáltat teljesíteni a határőrségnél is, így a Pécsi Határőrigazgatóságnál. Ez azt jelenti, hogy augusztusban lesz az utolsó bevonulás sorállomány részére, és jövő év május 1-től csak hivatásosak és szerződésesek fognak dolgozni. Mai nap egyrészt most már ugye elkezdődtek a sportversenyek, határőrnapi sportversenyek, lőverseny, labdarúgó mérkőzések, akkor most megtartottuk az ünnepi személy
mostani állománygyűlést, elismeréseket, előléptetéseket nyújtottam át. Ezután folytatódik a nyílt nap, technikai bemutató, és ejtőernyős ugrással fogjuk zárni 15 órakor a tervek szerint ezt a napot. Holnap lesz a határőrség központi ünnepsége Kiskunhalason, amelyre néhányan hivatalosak az állományból, szintén elismeréseket fognak kapni. Vasárnap pedig Püspök Szent Lászlón 11 órakor megkoszorúzzuk a Szent László szobrot, és ennek keretében különböző bemutatókat fogunk még tartani ott a Szent Lászlói búcsú kereteiben. A Délhús részvénytársaság elnök vezérigazgatója a vállalat eddig elért sikereiről és jövőbeli terveiről tartott sajtótájékoztatót ma délelőtt. A pécsi, bajai és alsómo családi üzem után augusztustól már Bukarestben is termel a vállalat legújabb gyáregysége. A terjeszkedés részét képezi a Délhús 2000 elnevezésű fejlesztési programnak. Pécsen kialakult a Hús Centrum, amely egy jelentős export fejlesztési lehetőséget, vagy értékesítési lehetőséget ad, és itt a munkatermelékenysége duplájára emelkedett. Volt egy 600 millió forintos pótolagos beruházás, itt vágjuk a sertéseket, és itt azon a napon fel is dolgozzuk, és tulajdonképpen előhűtött állapotba szállítjuk exportra. Folytatjuk a Délhús 2000 programot, július 7-én Baján megnyitjuk a logisztikai centrumunkon, egy helyről fogjuk ellátni majd az egész országot húskészítményekkel. Jelenleg a Délhús RT 14-15%-kal van jelen a hazai piacon. Részesedése megtartása, illetve növelése érdekében szigorú minőségi előírásoknak, szabványoknak is meg kell felelnie. Auditálva lett már mind a három gyárban a ISO 9001-es. Ez egy nagyon fontos minőségbiztosítási követelmény. Sokkal jobban elfogadnak bennünket a piacon, mint hogyha csak közös piaci bélyegzővel rendelkezünk, hogyha a vevő biztos abban, hogy a gyártás során a megfelelő szabályokat betartottuk. Dr. Donhoffer Szilárd akadémikust 95. születésnapja alkalmából köszöntötték tegnap délután a Pécsi Akadémiai Bizottság akadémikusai. Az értelmiségi szülők fia 1902. július 3-án Budapesten született. A Pázmány Péter Tudományegyetemen megkezdett tanulmányait fél éves bécsi egyetemi megszakítással 1926-ban fejezte be. 1944-1948 közt Pécset a Korélettani Tanszék megbízott vezetője. 49 és 74 között a Korélettani Intézet igazgatója, az akkor nagynevű pécsi orvoskar tagja, ma tudományos tanácsadója. 1961 és 64 közt a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános rektorhelyettese, 64 és 67 között rektora. 1961-ben Kossuth díjat, majd Semmelweis, Jancsó, Markusovszki díjat, érmet, 1995-ben akadémiai aranyérmet kapott. Pécsváros díszpolgára. A 95 éves Donhoffer professzor ma is tevékeny. Már korán reggel bent van az intézetben, és nem meglepő, hogy a legújabb kutatási eredményeket is ismeri. Kollégák, barátok, egykori tanítványok köszöntötték tegnap délután, nagy tisztelettel és szeretettel. Vasárnap délelőtt 11 órakor nyílik a 15. országos kisplasztikai biennálé. Erről tartottak sajtótájékoztatót ma délután a szervezők. Kisplasztika. Egy kifejezés, ami már kitörölhetetlen a magyar művészet fogalom szótárából. De hogy létezik-e valójában ilyen műfaj, az még mindig hitkérdése. Vagy a Farkas Ádám a 15. országos kisplasztikai biennálé katalógusában. Ha maga a műfaj létezése még kérdéses is, biennálékat rendeztek neki, és vasárnap immár a 15. nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt is. Ez a rendezvény az elmúlt 30 évben, közel 30 évben egyre rangosabb fórumává vált a magyar szobrászatnak, egyre fontosabb fórumává vált Pécsnek, Pécset élő művészeknek, Pécset élő művészetet szerető embereknek. Idén mintegy 250-en jelentkeztek, és 105 alkotó munkája került be végül is a kiállításba. 105 alkotónak kb. 250 műtárgya látható itt, és úgy véljük, a 7-8 tagú zsűri véleménye alapján, hogy egy nagyon jó keresztmetszetet ad a kortárs magyar szobrászatra.
Ma délelőtt 11 órakor nyitották meg és mutatták be a Parti Galéria új kiállító termét, ahol a hétvégén már kiállítás is nyílik. A Parti Galéria több mint egy éves kitartó munkával, alapítványi segítséggel és a támogató művészek összefogásával ma délelőtt nyitotta meg új Mária utcai Pince Galériáját. A jövőben szokásokhoz híven nívós időszaki kiállítások rendezése mellett új művészeti csoport alakítását is tervezik. A FACT alapítvánnyal közösen díjat is alapítottak, melyet első ízben a 15. országos kisplasztikai biennálén ítélnek oda. Ma délelőtt e terveikről tájékoztatták a sajtót, és ezúton mondtak köszönetet segítőiknek is. Meglett a galéria a Körber Alapítványtól, akiket még életünkben nem is láttunk, majd most fogunk velük szeptemberben megismerkedni, megkaptuk ezt a galériát, na és akkor ezután jött a második kör, ugye, hogy ezt a galériát meg kellett építeni. Itt jöttek be a pécsi barátok, vállalkozók, ismerősök, mert a téglától kezdve a meszelésig mindenben valaki segített, és még van egy fantasztikus gesztus a művészek részéről, az pedig az, hogy majd ezt is fogja látni a nagy közönség, hogy egy-egy műtárgyat ők beépítettek a galériába, kvázi pécsi és az országban élő művészek, akikkel dolgozunk, valamilyen módon itt akarták hagyni a kezük nyomát a galérián. És hát nekünk ez egy fantasztikus és megható érzés. Most kérem, hallgassanak meg egy rendőrségi felhívást. Mai éjjel 1 óra 30-kor a Harkányi Kórház előtti parkban egy 50-60 év közötti ismeretlen férfi holttestére bukkant a rendőrség. A helyszíntől nem messze fogták el SL 25 éves siklósi lakost, aki vallomást tett, s emberölés büntettének alapos gyanúja miatt őrizetbe vették. Az ismeretlen áldozat 50-60 év közötti 180-185 cm magas, erősen kopaszodó férfi. Ruházata türkiszkék, fehérbetétes, szabadidőruha és papucs, okmányok nem voltak nála. Különös ismertető jele, hogy mindkét kezén a második és harmadik ujj a tenyér felé görbül. A rendőrség kéri, hogyha valaki a leírás alapján ráismer a bűncselekmény áldozatára, a megye bármely rendőrőrsén jelentse. Híradónk végén néhány figyelemfelkeltő cím és írás a vasárnapi Dunántúli Napló tartalmából. Amnesty International, túlkapások a rendőrségnél. Az emberjogi szervezet szerint előfordulnak méltánytalanságok Magyarországon, jogorvoslati hibák is gyakran történnek. Túl kevésnek tűnik például a megítélt kártérítés. Védett nyestek a komlói kórházban. Beszivárogtak a rágcsálók a műtőblokk folyosójára, ahol az öltözők vannak. Kiüzetésük nehéz ügynek ígérkezett, hiszen az állatok a kórházban is védettek. A fertőtlenítés után megszűnt a nyest veszély. Adományok gyengéd nyomásra. Ha a külföldinek van pénze, hogy balatonparti parasztházat vásároljon, akár közcélra is adakozhatna. Ha a vevő a gyengéd célzásra belenyúl a pénztárcájába, könnyebben megkapja a telekvásárláshoz szükséges jóváhagyó bólintást. Mindenről és még sok más érdekességről olvashatnak tehát a vasárnapi Dunántúli Naplóban. Kedves nézőink, Önök a Városi Televízió híradójának pénteki kiadását látták. Szerkesztőségünk új hírekkel, friss információkkal legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezik. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!